Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy a Ez az Európai Visszhang Szanyi Tibor, az iszom elnökével. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és természetesen rajtad kívül még üdvözlöm értelmszerűen a nézőket, hallgatókat. Sok szeretettel és tisztelettel. A mai pedig számos témát talán fogunk beszélni, kezdjük talán Palesztinával. Szerda délelőtt két uniós tagállam és egy skandináv ország jelezte, hogy május 28-án elismeri a palesztin államot. Itt ugye Norvégia, ami nem EU-s ország, Írország és Spanyolország pedig uniós ország és el is kívánja ismerni uh, palesztinának a létezését. Ugye Izrael válaszul visszahívta a nagyköveteit Norvégiából, illetve Írországból. de hogy látod ezt a helyzetet? Ugye Izrael arra hivatkozik, hogy Azért tényleg egy terrortámadást követően biztos, hogy most van itt annak az ideje, hogy elismerjék a palesztin államot? Kérlek szépen, ez a konfliktus nyilván, ha nagyon akarod, akkor több ezer évre megy vissza rendkívül sok történés volt ezen belül, érthető és érthetetlen egyaránt. Ennél fogva én nem vagyok abban a helyzetben, hogy az érthetőség igényével közelítsem meg a problémákat, inkább azt mondom, hogy elviselem, hogy hát akkor ez van, az van, ez van, így van, úgy van. Minden esetre biztos, hogy nem vállalkoznék arra, hogy én bármilyen fokon módon megoldjam a közel helyzetet, még, még, még hogy mondják, ezt gondolati gyakorlatként se, tehát nem. Viszont azt azért látom, hogy mi zajlik. Tehát ö, azt tudni kell, és talán érdemes a nézők, hallgatók figyelmét fölhívni, hogy ez a két állami megoldás, tehát Izrael és Palesztina, ez a második világháború után egy ilyen, 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 ilyen nagyon érzelmileg, tehát egy, egy borzasztó kataklizma után, egy társadalmi kataklizmák után egy, egy nagyon nehéz szituációban ki lett mondva két állam. É, és Igazából mindkét állam, mind a palesztin mozgalom, mind pedig a zsidó mozgalom egyaránt nagyon erős baloldali elemekkel. Tehát a kibuc mozgalom önmagában egy... -mal. A, ugye Jasztar Arafat, amelyik ugye az arabokat, akik, a palesztinokat, akik igazából ágáltak mindenféle két állami megoldás ellen, de mégis valahogy behozta ebbe a meccetbe. Lényeg az, hogy hogy, hogy ő egy nagyon balos gyökökkel rendelkezett mindkét állam. Az egy más kérdés, hogy utána hogy alakult az élet. Viszont cserébe, és ez is egy érdekes dolog, hogy talán a nagy rendszerváltást, tehát a 90-es évek előtti időszakban a nyugatiak, a nyugati országok döntően Izraelt támogatták, a keleti országok pedig döntően a palesztinokat. ez csúszott össze, ami azt jelenti, hogy csomó nyugati ország kezdett kifarolni Izrael mögül, és egyre barátságosabbak az arabokkal, és fordítva is igaz, így például Magyarország a korábbi palesztin pártisághoz képest egy egyértelműen leg, leghűségesebb szövetségese Izraelnek, amit egyébként néhány tehát nincs ez nekem semmi baj. Na most, tehát van egy nagyon nagy keveredés, de azt is látni kell, hogy Európában, speciál Európában minél távolabb van valaki ettől a fizikailag, földrajzilag, ettől a problémától annál inkább arab párti. Ez egy érdekes történet. Akik történelmileg földrajzilag közelebb vannak, azok már, már kicsit más olyan gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy az említett három országban mind a háromban van egy marra arra szóló folyamat. Spanyolországban is jó váltogazdaság, de hát azért elég stabilan. Ez a klasszikus baloldal, vagy inkább ez a baloldali balliberális? Hát a fene tudja. In inkább a klasszikust, vagy úgy mondanám, hogy azok a pártok, amelyek inkább a klasszikus baloldal miatt gondolják magukat baloldalnak, még akkor is, ha nem teljesen azok. De hát ez Írországban is megtapasztalható, sőt, hát az írtörténelem azért sok mindent magyaráz a tekintetben, hogy ki hogy gondolkodik Izraelben. Ugye Írország az megszállt ország volt. Tehát most hogy szolidaritásban mondhatják azt, hogy ők egy megszállt népet segítenek, ez a palesztinok. De ez most mindegy is, hogy a nép maga miként áll hozzá, mert ugye a népek az érzését mindig a politikusok hangosítják föl. Tehát, és akkor ezért vannak az állami akciók. Norvégia is egy kicsit ilyen, ilyen balra hajazó a társadalmi szolidaritást erőteljesen érte. Én azt gondolom, hogy ez a három ország valamilyen algoritmus miatt külügyi egyeztetések során úgy döntöttek, hogy egy akciót csinálnak, nyilván nagyobb a hatása ennek így, viszont az is kétségtelen tény, hogy, hogy mindegyik meg is indokolta az időzítést, tehát az izraeli érvre már elébe mentek, hogy azt hogy valamikor el kell kezdeni. Most innentől kezdve bárki gondolhat, a, a, amit akar. Én azt mondom, a tényekből kiindulni. Van három európai ország, amelyik elismerte a palesztin államiságot, a palesztin államiságot a világ 200 országából körülbelül 100 elismerte. Tehát hogy azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen nyugati specifikum volt, hogy igen, igen, támogatjuk, a, amit csak lehet, ott humanitárius dolgoktól kezdve sok minden. Cserébe viszont ez inkább a fejlődő világnak a privilégiuma volt, hogy Kína például, ugye, hogy elismeri. Tehát a világ nagyobbik része az mégiscsak már lélekszámot nézve inkább elismerte a palesztin államot. Most ehhez csatlakozott föl három úgynevezett nyugati ország. Én azt gondolom, hogy Oké, okay, történjen valami, mert, mert azért azt se tartható, ami, ami, ami gázában van. Tehát, ö, hogy most kire, mi, milyen hatással van, visszajutó hatás, nem nem tudom. Én azt, azt gondolom, hogy ezek az országok, most a jóindulatú forgatókövet mondom, mindenféleképpen a béke irányába akartak elmozdulni, hogy, 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 ne legyen részrehajlás, hanem, hanem, hanem legyen egyféle egyenlőségre való utalás. Ebből a szempontból én a magam részéről üdvözlöm ezt a lépést. Hát a gyakorlati részek tekintetében meg enyhén szóval tanástalan vagyok, mert azért én azt is látom, hogy a, az rengeteg segély, amit Palesztina kapott, azért abból műtrágya és kajhacső formátumban rakéták lettek. Tehát szóval, na, hát nyilván mindenki kiemeli a maga oldalát. Én visszakanyarodnék az elő, legelső mondatomhoz, hogy inkább nincs határozott véleményem erről a dologról, inkább észtelem látom, és ha ettől kevesebb ember fog meghalni, akkor örülök. Most néztem, hogy egyébként, amit mondta, hogy igazából a nyugati világ nagyjából kollektíven nem ismeri el, viszont mindenki más, Tehát Dél-Amerika, Afrika, Ázsia szinte teljes része, Japán kivételével és dél korea tipikusan nyugathoz tartozó országok, illetve a keleti blokknak a volt ország, ők még 88 körül fogadták el, vagy ismerték el Palesztinát, tehát nagyon érdekes. És most jön a második témánk. Putyin terjeszkedésétől tartanak, Oroszország agresszív lépést tett a Balti tengeren. Svédország, Finország és Litvánia is aggódik, amiatt, hogy Oroszország a Balti tengeren kiterjesztheti területeit. A The Moscow Times szerint féle, a félelmük nem is alaptalan, hiszen egy védelmi minisztériumi dokumentumra hivatkozva azt állítják, hogy a Finnöbölben és Kaliningrán körüli területeket kíván belvizekké nyilvánítani a Kreml. Ugye jól tudom, azok ugye egyik államhoz se tartozó vizeknek számítanak most, és ezt kívánja bevizé tenni Oroszország. Szerinted Oroszország megállítható, meg kell -e állítani Oroszországot, és szerintem Oroszország szeretne tovább terjeszkedni a Baltikum irányába. Biztos. De nem csak ott, ugye a Fekete tenger felé terjeszkedik, és hát ne feledjük egy, egy, egy teljesen rendezetlen szituációval Japán és Oroszország között, ugye a Kurjó szigetektől kezdve Csiliárd sziget van, ahol amúgy egyébként három pingőnek kívül nem lakik senki, tehát ne, ne, ne azt gondoljuk, hogy itt valami lakosság leigázásáról van szó, hanem, hanem egyszerűen az, hogy, hogy az oroszok, hogy a, most én nem, akarok senkit, vagy senki nevébe beszélni, inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy politikusként hogy fogom én föl ezt az egész történetet. Oroszország be van szorítva. Északról ott van a fagy, a jég, a semmi, a jégbirodalma északon, alul hegyek, iszlám és a többi. Kína. Kína, Cserébe viszont nincs tengeri kiárata. Hát a Balti-tengernél ugyan van, na de hát ugye az most már egy NATO-beltenger lett, tehát neki ott valami nagyon vékony kis folyosókon kell kieviszkélni mondjuk a északi tengerre. És ugyanez igaz egyébként Japánnál is. Tehát igazából menektengere pláne nincsen, tehát nem fér hozzá a tengerekhez. Most nézd meg ehhez képest az Egyesült Államok, csak tengere van szinte, és, és, és éjszaka meg van egy marha jó szövetséges a Kanada. Tehát az Egyesült Államok a legideálisabb helyen van, a, így, így, per biztonsági katonai értelemben. Az oroszok meg ugye van egy őrült nagy területek, aminek a 99%-a semmire nem jó. Már úgy értem, hogy, hogy ma még lakatlan a klíma miatt, meg fagy, meg, meg minden. Most nyilvánvalóan keresik a mozgásteret, biztos, hogy van olyan szándékuk, hogy főbosszantsák a által is felsorolt országokat. Ezek ilyen értelmezési viták. Én nem gondolom azt, hogy nagyon-nagyon akarnának ezekre a zsebkendőnyi szigetekre katonai támaszpontokat telepíteni, de ugye nekik állandóan az volt a mániájuk, hogy, hogy, hogy túl közel vannak hozzájuk az ellenséges rakéták. Tehát az amerikai rakéták praktikusan Uk Ukrajnába vannak. Tehát ez, ez az, az ő rakétáik meg nincsenek se Kubába, se Mexikóba, se Bolíviába, se sehol, meg Kanadába se. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon komoly frusztráltság van bennük, biztos, hogy akarják bosszantani, meg provokálni a népeket. Úgymond a helyzetükhez keresnek egy kicsivel több megértést. Amit én biztos nem fogok nekik megadni, mert, mert én annyira pacifista vagyok, hogy, hogy én nekem nem az a lényeg, hogy ha az amerikaiak így, akkor az oroszok is úgy, hanem nekem az a lényeg, hogy az amerikaiak is menjenek haza. Tehát ez a megoldás számomra, hogy a NATO csapatok vagy az amerikai csapatokat ki kell rakni Európába. Ez az én határozott politikai álláspontom, meg az én pártom is. Tehát ebből a szempontból én nem tudom üdvözölni azt, hogy most akkor az oroszok még közelebb kerülnek a különböző NATO országokhoz, a NATO is még közelebb akar menni, és akkor valahol a lengyel határon határozat lesz 6000 rakét. Tehát ez őrült nagy ötlet. Tehát nem. Szóval az enyhülés az úgy kezdődik, hogy mindenki hátra viszi a felébe a fegyvereit, ebből, ebből fakadóan megértem, de egy picit sem lelkesedem az orosz ötletért. A harmadik témánk pedig. Amerika szerint az oroszok már az űrben fegyverkeznek. A Pentagon szerint Oroszország május 16-án egy olyan űrfegyvert állított alacsony föld, földkörüli pályára, amely alkalmas lehet műholdak megtámadására. Én most nem is az irányba szeretném elvinni itt a beszélgetést, hogy akkor most Oroszországnak tényleg vannak -e ilyen, mert valószínűleg vannak ilyen eszközei, hogy Amerikának mennyi, milyen jelenléte van az űrben, hanem inkább afelé, hogy ha már európai visszak, akkor Európa hogyan áll az űrben? Ugye sokak szerint az űr lesz a jövőnek a harstere, a rengeteg potenciál van különböző bolygókban nyilván ez a jövőnek a kérdése. De most jelenleg Európa milyen az űrben? Uh, na, hát uh, a helyzet az, hogy uh, e, itt nagyon sok fogalmat érdemes tisztázni. Az űr az egy önkényes fogalom. Jelen pillanatban az a nemzetközi hasraütéses és konszenzus, hogy a föld fölött 100 km kezdődik az űr most valaki 70, valaki 110. Nagyjából 100 kilométer, ez, ez ugye egy konszenzus van, hogy 100 kilométer magasság fölött kezdődik. Ez a Kármán vonal, ami felett már Igen. Van. Na most ugye mi a különbség a kettő között? Hát nem sok, annyi, hogy mondjuk a levegőnek a, a sűrűsége, az az ott már gyakorlatilag lényegtelen. Még ugye lényegében addig terjednek az országok határai. Felfele. Igen. Na most

Az űreszközök tekintetében az egy más a helyzet, mert a legtöbb űreszköz az úgynevezett földkörüli keringési pályán van, ez jellemzően 100-200-300 kilométerre van a, 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 földtől, tehát igazából marha közel. Tehát, hogyha én a holdról nézegetem, nem is lehetne tulajdonképpen elkülöníteni ezeknek a műholdaknak a pályát, ez egy, ez egy, olyan dolog, mint, mint, mint hogyha azt a körül futkároznál itt, ez, nem mondanám azt, hogy akkor egész Budapesten futkároznál, csak így az azt körül ennyi, ennyit tudsz ez az ez a űrkutatásod. Na most az igazi probléma ezzel az egészszel az, az, az egész fegyverkezéssel, és ez tényleg effektív probléma, hogy ami a föld közelében van, az többé-kevésbé, hogyha magára van hagyva, előbb-utóbb azért a mégiscsak van valamikor a légkör, meg a föld vonzása, meg minden, magyarul van, ami fékezze, tehát minimális, de akkor is van, ami fékezze, Következőkben ezek előbb-utóbb lepatyognak a Földre. Szétégveted és se veszed. Viszont minél mész, annál nagyobb problémát jelent az űrszemét, mert az nagyon sokáig maradott. És ugye te fölmész és egy űrhajót, amire rájön az űr vagy műholdat, a, a, a műholdnak a darabjai az égvilágon mindenféle irányba el fognak indulni, közelít valamiket a Földtől, távolodni fog valamelyik, újabb pályára áll, stb. Magyarul egy-egy műholdnak a szétlövése gyakorlatilag el lehetetleníti a rakétákkal, tehát a további űrkutatást, mert rakétával nem fogsz tudni kimenni a Földről, mert, mert, mert körülbelül olyan, mintha sortűzben akarnál sétálni. Nem lehet. Hát, ö ö az ottani sebesség viszonya között ilyen 100-200 km per sebességgel tudnak találkozni objektumok, de hát az azért úgy nem kéne, tehát ez túlélhetetlen. Ennél fogva, ez, mindenki fölfogta, hogy ha és amennyiben beszenyezzük a föld körüli zónákat, ebben az esetben szó szerint el lehetetlen az űrkutatás. Szó szerint. És akkor be, be lesz. Nagyon, nagyon jó, jó, hely ez a föld, kész, pluszpassz, nincs mars, nincs hol, semmi, akkor itt ide ragadtál. És azért itt rángatják egyesek a, a pofonos ládának a zárszerkezetét, és, és itt, itt, azért óhatatlanul mindig valaki kicsit túl gondolja a dolgokat, lehet, hogy igazságtalanul, lehet, hogy igaz meglátása, de egy dolog biztos, hogy, 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 ezek a feltételezések, hogy most te, meg ő, hát annak idején a Rolánd régen, amikor csinált ezt a, 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 a csillagháborús, ez volt a legnagyobb ezért is hagyták abba, mert belátták, hogy ez egy baromság, ez egy nonsense. Viszont nem biztos, hogy mindenki ugyanezzel a belátással rendelkezik, függően attól, hogy még akkor lehet, hogy így gondoltam, ma már máshogy gondolja. És azt hiszem, hogy pont a, a, példát a, 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 jemeni huthik csinálták, akik ezt a bizonyos 100 kilométeres zónát meghaladták egy rakéta kilövésével, tehát több mint egy balisztikus rakéta volt, egy fölvend, és 100 kilométerrel lejjebb vissza is csapódott, tehát egy ilyen, ilyen rakéta volt, tehát nem így ment. És ez az első eset, egy rakéta, egy katonai egy támadó fegyver az űrbe járt, és ettől, ettől, most különösen izgalmas ez a történet. Én határozott álláspont kezden, mindenki hagyja békén a világűrt, mert itt fog ragadni. A negyedik témánk pedig egy szomorú eset. Meghalt Ebrahim Raisi iráni elnök, miután a helikopter, amelyen utazott, lezuhant egy hegyvidéki területen Irán észak-nyugati részén. Ugye Raisit sokan egyébként ugye az ajatollak ut utódának tartottak, azért fontos még ízni, több száz vagy több ezer ember halála köthető az ő nevéhez. Izrael egyből mondta, hogy nem mi voltunk, tehát ez valószínűleg az időjárás következtében történt meg. Mire számít az most, ugye az európai hatalmak, nyilván amikor Twitteren vagy X-en kommentálták ezeket az eseményeket, akkor az nyilván sajnálkozásokat fejezték ki, kivegért Wilders, aki azt mondta, hogy egyel kevesebb, és akkor most hagyjuk vissza az irániak kezébe az uralmat, hogy ne az ilyen muszlim szélsőségek uralkodjanak. A keleti hatalmak viszont elképet. tehát A kínai és orosz válasz egy ilyen nagyon sajnálkozó, sokkal megértőbb viszonyt feltételezett. Te mit gondolsz az iráni elnök haláláról? Milyen hatással lehet ez mondjuk az európai-iráni vagy a nyugati iráni kapcsolatokra? Uh, ennek a szörnyű balesetnek, mert ez is ször, minden baleset szörnyű, itt azért nem csak politikusokat, pilóta is meghaltak, is, sok, sokan meghaltak, nem <laughs> tudom, ványon, tucatnyian. Erre szoktam mondani, hogy egy ember halála is sok. Uh, viszont azt tudni kell, hogy és ezt érdemes itt megemlíteni, hogy ez a helikopter ez egy ipari műemlék volt, ezt még a SAK vette. És ugye a számtalan embargó közepette el lehet képzelni, hogy a karbantartás az milyen sikeres volt, egy ilyen, már eleve nem is tudom, hogy gyártanak-e hozzá akat részt vagy, vagy szóval, lényegében ez egy összeeszkábált műemlék. Mint, egy, mint amíg a király, a brit király ilyen 50 éves rajzolóssal végig megy a. Hát most már király. Vagy király, bocsánat, de még a király nő ment rajzolóssal, csak ezért jutott eszembe. Na, meg hintóval, meg nem tudom, hát nem, nem a autópályára való a hintó se. Szóval a lényeg az, hogy, hogy ez is mutatja, hogy, hogy egy kicsit úgy, 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 valahogy a felfogások dolgában, mert ők nagyon büszkék voltak, hogy elvettük a saktól, akkor ezen túl mi megyünk vele, és nem tudom, meddig akartak vele menni, hát nyilván, amíg le nem esik. És ez pont most történt. Viszont cserébe azért azt is látni kell, hogy Iránban nem egy, meg nem kettő, és nem három ember csinálja a politikát, és ott is ugyan demokráciának nem nevezném, de emberek között kőkemény verseny van a különböző posztokért. Már bocsánat, hát nincs olyan egyház, ahol ne lennének a hierarchiából fakadóan különböző versenyhelyzetek. Én akarok a főpápa lenni, te akarsz a főpápa lenni. Ki milyen? Van, aki nem akar semmilyen pápa lenni. Tehát van mindenféle, de lényeg az, hogy, hogy, hogy ott is több ezer valási inkubens van, akik, akik így vagy úgy nézik a maguk alkalmát, hogy a politikát hogyan tudják értelmezni a maguk helyzetébe. Őszintén megválva, én az eddigi jelek szerint én az égenfőnő semmilyen változásra nem számítok, se pro, se contra, vagy csak azért sem, mert azért a, a iraki ő, iráni. iráni elnök, az világi pozíció, meg jól hangzik, egy államfő, de közel semmi a number one. Tehát a, fölötte van egy vallási vezető, akinek hát összehasonlíthatatlan több hatalma van. Következőképpen nem az első számú ember halt meg, ennél fogva ilyen kérdések, hogy na most meghalt a fő, 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 jelöltként fő volt, ez tagadhatatlan, de hát azért Magyarországon is azt tudni kell, hogy amint nyílik valamilyen politikai alternatív, a pillanat csillárd jelöl tud lenni, tehát jelöltben sem volt még hiány. És akkor a mai nap utolsó témája, az kicsit még közelebb van az Európai Unióhoz, mert egyébként igyekeztünk minden témába az Európai Uniót itt-ott belecsempészni. Van egy olyan osztrák szabadságpárti politikus, pontosabban az LP-lista vezető, aki azt javasolt, hogy most zajlanak ezek a beszélgetések, viták, hogy ki legyen az Európai Bizottságnak az elnöke. Eddig ugye az volt, pontosabban Manfred 19-ig, 19 hogy a, a Spitzenkandida, tehát a legnagyobb párt által jelölt uh, bizottsági elnök lett a bizottsági elnök. Ugye aztán a Manfred Webernél ez megváltozott, amikor Ursula von der Leyen tültették Manfred Weber helyette ebbe a pozícióba. Na és... Az egyik osztrák szabadságpárti EP képviselőjelölt azt javasolta, hogy az Európai Bizottság élére nem mást kéne ültetni, mint Orbán Viktor, Magyarországi Miniszterelnökét. Ugye ez több szempontból is érdekes kérdés, hiszen, hogyha ezt esetleg elfogadná, és nagyon zárójelesen mondjuk még lehetne is, tehát meg lenne hozzá megfelelő háttér az Európai Parlamentbe akkor ugye le kéne mondani a magyarországi miniszterelnökség, hogy összeférhetetlen lenne. Ö, nyilván ezek ilyen vágyámok, hiszen ö, a szabadságvárt, ha jól tudom, vagy az id be vagy az, a konzervatívok és reformerekben vannak, akiknek valószínűleg nem lesz többségük a, az európai parlamentbe. Te mit gondolsz erről az ügyről? Ö, arról, hogy egyébként pont az euroszkeptikusnak, vagy a nemzetek Európájában gondolkodó Orbán Viktort jelölnék az Európai Bizottság élére. Uh, Visszak nagyon jó. E én értem azt, hogy egy választási kampányban minden hülyeség összejön. Most csak példának mondom, hogy Magyarországon én, én, én nagyon csodálkozom, és négy olyan magyar politikust hogy tudok mondani, nekem garantáltan elment az esze. Az egyes szám az Orbán Viktor, amikor följelentett valami 120 nem tudom hány ilyen újságot, meg, meg szájtot, meg nem tudom, egy sajtó, nem is volt olyan sokat szó, de még följelentette, perbe, perbe fogott egy halom médiát akkor most gyorsan mondom, hogy ne utólag mondjam most pluszpoénként. Tehát gyakorlatilag az, aki politikai problémát jogi eszközökkel rende, rendezni, az nem politikus, az hülye. Ez az én személyes hitvallásom. Tehát ennél fogva, én Orbán Viktor így ebből a szemben is komplet elmebetegnek betegnek gondolom, mert, mert most egy miniszterelnök mit pereskedik? Hát oldja meg valahogy politikailag. Na, mindegy. A kettes számú ugye az Magyar Péter, aki, meg, nem tudom, beperelte a miniszterelnököt, mert ugye háború pártjának. jogász ember bizkosul tudja, hogy el fogják utasítani a. Ugye, mert a köztreplők esetében a teljesen. Másra. Pontosan, meg, meg eleve a vélemény szabad, jó napot kívánok, ez nem tényállítás. Tehát én nem gondolom annyira hülyének magyar Pétert, hogy ezt ne tudná előre, mégis meglépik. Jó ugye? PR -fugás. Na Ezt mondom, hogy ennek semmi relevanciája nincs, választási kampányban esetleg próbálkozik De azért jegyzem nagy tisztelettel, hogy azért a hármas számú idiótának én a Dobrevet tartom, aki szintén ugye most beperelte a, vagy legalábbis a ügyészségre rohangált azzal, hogy a Sőjök Tamásnak milyen robot múltja van. Amúgy igen, tehát kétségtelen Súlyog Tamás full alkalmatlan erre a pozícióra, mert, mert gyakorlatilag olyan terhelt a múltja, a családi múltja, a szakmai múltja, meg minden, ez biztos, hogy a nemzeti egység. Ugye köztörvényes bűnözőnek hívta a súlyok ami azért elég erős. El, Nézd abból a szempontból én nekem nincs kétségem, hogy, hogy, a földeknek az átjátszása külföldinek ez mindig is valamilyen bűncselekmény volt. És az is igaz, hogy ezt mind ügyvédek intézték. És az is igaz, hogy ebbe vastagon benne volt Sőjök Tamás. Tehát én nekem azért nagyon nem olyan el, hogy ő ebben ártatlan, meg minden, főképpen, hogy a vonatkozó szerzést aláírta. Összesen annyi a mentsége, hogy hát elévült. Oké. Okay. Most, hogy én megöllek téged, és csak 50 év múlva derül ki, attól még megölterek téged, függetlenül, hogy szabadon engednek. Tehát magyarul itt a morális része, tehát a Bocsánat, gyűlöltük, -e? én emlékszem, gyűlöltük azokat az ügyvédeket, és még hogy tehet magyar ember ilyet, meg minden... Ez volt a mondás azokban az időkben, amikor ezek a zsebszerződések még, még, még hogy mondjam, virágoztak, meg mindenféle. Most ennek a mafiának volt részes őjök Tamás. Mit kezdünk csodálkozni? Alkalmatlan köztársasági elnöknek pontosan a robot múltja miatt. Na de lényeg az, hogy, hogy, hogy ő, és ő is most mit tudom, valakit följelentett, hogy nem Dobrev pont. pont ne Dobrev köztöm, hát, hát, akkor működjük. ő is hülye. Ezt tudom mondani, tehát én most négy hülyét említettem, akik elkezdenek pereskedni, nulla esélye, nulla eséllyel tudják, hogy nulla eséllyel, a stábjaik is tudják, hogy nulla eséllyel, ezzel együtt visszaélve az adófizetők által csilliárdokat és milliárdokat, akik a politika támogatása, az intézményeknek a föntartása, meg minden, tehát ez mi, én adófizető, beletolunk rengeteg pénzt ebbe az egész dologba, és a tetején négy hülye meg eljátsza a hatyú halálát. Hát menjenek a fenébe, már bocsánat, nem tudok jobbat mondani. É, tehát ezt ez, nem kéne csinálni állampolgárokkal, ezt csak olyan állampolgárokkal lehet csinálni, amikor ez a négy gazember hülyének nézi az összes szavazót. Elnézést, hogy ennyire szangvinikus voltam, de ez a tényszerű véleményem erről az egész történetről. É, és, és, na mindegy hosszú ennek a sorra, de lényegét tekintve nem is tudom, mi volt az alapvető kérdés. A... Miből Ugye ki. Az, EP, az Európai Bizottság. Ja, Európai bizottság, bizottság. Na igen, akkor be, be, bejönni egy ilyen ötlettel, hogy most legyen Orbán Viktor, az ötlet adó is tudja, hogy nem megy. Én azt értem, hogy egy osztrák fasiszta imádja a magyar fasisztát, ez nagyszerű, és egymást proponálják, a fasiszta magyar miniszterelnök proponálja a fasiszta osztrák barátait, meg minden, meg európai értelmes, ezek a fasiszták, ezek próbálnak egymással csókolózni. Nem erős fasisztának nevezni a magyar miniszterelnököt? De, 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 hát bocsánat, én az, ha ők állami vezetőként megtehetik azt, hogy engem hülyének nézzenek, akkor én is nyugodtan tudok ekkorát csúsztatni szakmaiak nem fasiszta Orbán Viktor, félre ne értsük egymást. Semmilyen klasszifikáció alapján nem tudnám bebizonyítani róla, hogy fasista, csak éppen annak tartom. És miért tartom annak? Mert azt mondok, amit akarok. Ha ők képes arra, hogy ezzel hülyíti az országot, hogy mindenki, aki nem ő, azt ő baloldalinak nevezi, én eldöntöttem, akkor én viszont meg fasisztának fogom nevezni, hogy hogyha ilyen szabadon lehet a különböző címekkel és rangokkal bánni, akkor miért ne tehetném ezt meg állampolgárként? Ez nem tényállítás, ez egyszerűen egy vélemény, hogy szerintem ő fasiszta. És ezt tudatosan szeretné végigvinni, hogy mindenkit fasiszának fogok nevezni ezentúl, aki nemes egyszerűséggel a baloldali jelzőt kiterjeszti olyanokra, akinek köze nincs a baloldalhoz. Szeretném 150 szer is, és hajlandó vagyok még egy milliószor is elmondani, ha adtok rá a lehetőséget, hogy, hogy a baloldal az arról is verszik meg, hogy nem ért egyet a tőkés Berendezkedéssel. Ez az alapja a baloldaliságnak. A baloldal egyenlőségből és társadalmi szolidaritásból indul ki. Aki ezeket nem tudja felmutatni, az nem baloldali, nem bűn lenni de a baloldal az ez, amiről én beszéltem, és nem pedig az, hogy legyen bárki, csak hogyha nem vagy Orbán Viktor híve, akkor te már baloldali vagy. Baloldali lenne Bona Gábor, ne vicceljünk már, baloldali lenne izé. Torockai a, László. A, Torockai László, vagy, vagy a, az lmp nek itt hogy hívják? Ungár Péter. Ungár Péter, vagy, vagy nem tudom még, ki mindenkit neveznek baloldalinak, liberál, pláne liberálisokat baloldalinak nevezni. Hát egyszerűen, hogy szét duran a fejem időnként, amikor ezt hallom, hogy, hogy ja, és akkor még minden, nem elég az, hogy mindenki baloldali, hanem mindenki háborúpárti baloldali. Én ugye most ez a új szlogen. Én azt mondom, hogy ő, ha, ha, a miniszterelnök ezt, ezt az őrületes csalást meg, és torzítást és, és nemű alapot nélkülöző vélemény diktátumot viszi végig, hogy, hogy, hogy az ő közvetlen híveiként tud mindenki háborúpárti baloldali, akkor én baloldali politikusként azt mondom, hogy ő pedig egy vérengző fasiszta. Kész. Ez az én véleményem. Viszontlátos, lehet beperelni, meg minden, ha akarnak, de azt nem fogjuk csinálni, azt nem fogjuk csinálni tovább. És én tényleg szeretem annyira a, a, a saját lelkismeretemet, és szeretem annyira a saját elvtársaimat, meg a nevükben is kikérem magamnak, hogy nő, ezt a címkét ilyen, ilyen egészen kiterjesztően és eltorzítottan értelmezzük. És emiatt egyébként olyan Magyarország, amilyen, mert egyszerűen hülyének vannak nézve az emberek, és sajnos egyre több ember bele is hülyi ebbe a dologba, én ennek végét vetek. Úgy érzem, hogy az adás után nem fogjuk azt a vádat meg kapni, mint Fidesz-bérencek vagyunk, talán soha többé, remélem, hogy így is. Ja, én is megszoktam kapni, úgyhogy oh, hello. Időzőleg. <laughs> hát ez volt az Európai Vízhangszányi. Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy Köszönöm szépen. Itt viszontlátásra. Viszontlátásra.